December 1-én Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban tartották meg Szuromi Rita új könyvének bemutatóját. Az író-újságíró részletesen mutatta be a Családok, emberek, sorsok című könyvét. A vendégeket Kis János, a látogatóközpont igazgatója köszöntötte. Elmondta, hogy az intézmény elsősorban a természettudományokban nyújt betekintést, de szerveztek már a központi épületben festménykiállítást is, és nemrégen volt itt egy versíró verseny eredményhirdetése. Örömmel vették, hogy Szuromi Rita könyvének, amely Poroszló történetével is foglalkozik, a bemutatóját megrendezhették. Bornemisza János, a község polgármestere úgy emlékszik, hogy 20 év óta először találkozhatnak egy íróval, aki a település történetével foglalkozik. Örömmel fogadtam a felkérését Ritának a mai napon az ünnepélyes könyvöltóra, hisz egyrészt nem valami mondom önöknek, ilyen még az én szerepemben nem történt. Egyetlen alkalommal volt szerencsét, hogy lehetett megintni akkor is poroszkói emberekről, és akkor is egyik poroszkói sorsokról is arcokról. Egyrészt azért fogadtam el örömmel, mert minden olyan dolog, amely szűkök korában történik, a Tiszató térségében, valakinek az életútját, valakinek a családjának az életútját, vagy az egész családját bemutatják, és felmutassák az ő történetüket, az ő életüket, hogy hogyan is kiként éltek abban a világban. Jelentősnek nevezte a könyvet, amely Poroszló történetének csak egy kis szeletét érinti. A Gréflő család, akikről a könyv egyik fejezete szól, nagyon sokat tett a községért. A polgármester gratulált Szuromi Ritának a könyvhöz, és szeretettel ajánlotta mindenki figyelmébe. Szuromi Rita elmondta, hogy 3 év gyűjtő munkája van a kötet mögött, amelyben 3 település 5 féle történetét örökítette meg. Az írónő először két út köz, majd a Gréflő család tagjairól mesélt. Kutatásai eredményeként pontosította a sok helyen olvasható adatot. A német származású család a napóleoni háborúk idején költözött Magyarországra. Gréflő József az állami hivatalt visel, 2 gyermekét taníttatta. Gréflő Károly volt az, aki földet vásárolt ezen a vidéken. A mezőgazdaságban elért kiváló eredményeiért 1869-ben nemesi oklevelet kapott Ferenc József császártól. A két ütközi kastélyt 1908 és 1911 között építették. Szuromi Rita részletesen ismertette a családfát, a leszármazottakat, életük történetét. A kötet második tanulmánya Hartl Edével és a család történetével foglalkozik. Hartl Ede a vasútépítés során szerez jelentős vagyont, majd hídvégi bérlőként gazdálkodik. Az 1876-os nagy árvíz idején saját földjére engedte a vizet, hogy Tisza halász megmeneküljön. Emberségért 1880-ban nemesi rangot kap. Ez a családtörténet összekapcsolódik az egri Hibai család életével, hiszen Hartl Edith lesz dr. Hibai Károly felesége. A családtörténetét a dualizmustól kezdve ismertette az írónő, Hibai György szabómester volt, negyedik Hibai György már gyógyszerészként dolgozik. Fiát, Hibai Károlyt a szegények orvosának nevezték. Egyik betegétől kiütéses tifuszt kapott el, és ebbe halt bele. A negyedik történet a Jánosi tanyáról és Varga Dénesről szólt. A gazdasági akadémiát végzett fiatalember 1936-ban kerül a Jánosi tanyára intézőnek, ahol eredményes munkát végez. 260 fő dolgozik az irányítása alatt. A szovjet csapatok bevonulása után Málenki robotra hurcolják. Már hazafelé a vonaton hal meg 1946-ban. Szuromi Rita az 5. tanulmányban a tiszai árvizekre tekint vissza. Bevezetőjében elmondta, hogy a régi korok embere pontosan tudta, hogy a magas partokra kell építkeznie. A fennmaradt írásos dokumentumokból az olvasható ki, hogy 1 évszázadban 2 olyan periódus található, amikor nagy árvíz volt. Az ökocentrum földszintjén 5 tablóval egészült ki a bemutató, ezen a középkori, a 19. és a 20. századi árvizekről látható, olvasható több érdekes adat. Az előadás után a jelenlévők hozzászólásai következtek, majd Szuromi Rita dedikálta új könyvét.